Boldog szép napot kívánok mindenkinek. A boldogság részben már korábban megvolt, hiszen azért találkozunk, hogy egy kis ünnepség keretében tudjuk köszönteni Szabó Zsófit, aki egy óriási eredményt ért el. Én nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. E szavakkal nyitotta meg dr. Rédei István, a Yakuzák SE elnöke a mini ünnepséget a klub otthonában, az Ypsilon házban. Majd átadta a szót Agócs Tibornak. 9 éve ilyen nem volt Magyarországon, olyan pedig, hogy legtechnikásabb versenyző, és ráadásul ilyen szép danvizsgát csinált, pedig én nem emlékszem 35 éves múltra visszatekintve a magyar karatéban. A szakmai vezető kivetítőn prezentálta az Európa-bajnoksághoz vezető felkészülési utat és a kontinens viadalon történteket. A prezentáció után mind a klub elnöke, mind városunk polgármestere köszöntötte a Yakuzák SE Európa bajnokát. És a város lakói nevében szeretném egyfelől nagyon megköszönni azt a teljesítményt, a város nevét, a város hírét elvívő és megfelelő magaslatokba szintre emelő szereplést, amit ezen az Európa bajnokságon tudtál produkálni. Erre a nagyszerű produkcióra Szabó Zsófi 5 éven át készült. Előtte már volt bronzérmes és ezüstérmes is az Európa-bajnokságon. És amikor tavaly ugye második lettem át, akkor én bennem egy nagyon nagy törés történt, és nagyon elkeseredve jöttem le én onnan a döntőről, és akkor azt mondtam, hogy ez így nem mehet tovább, és valamit változtatnunk kell. Úgyhogy leültem a Tibivel, és megbeszéltük, hogy ez így nem megy tovább, úgyhogy átbeszéltük teljes felkészülést, teljesen átalakítottuk az edzésmunkát, mindent átalakítottunk, és hát most meg lett az eredménye. Az Európa-bajnoki aranyérem mellett a legtechnikásabb versenyzői címet is a Yakuzák SE kiválósága kapta a grúziai EB-n. Hogyha a közönségnek, a bíróknak és mindenkinek elnyeri a tetszését, azok a technikák, azok a megmozdulások, azok az ötletek, amiket a küzdelem közben végrehajt, akkor ezt a címet ő fogja elérni. És hogy pont engem választottak, ez egy nagyon jó érzés volt, és nagyon örültem neki. Továbbra is a Yakuzák SE a legeredményesebb hazánkban utánpótlás szinten. Közülük a legjobbak Japánba utaznak a hónap végén a világ legnagyobb utánpótlás seregszemléjére, a Dream Cup-ra. Ezen nagyon szeretnék jól szerepelni, mert már 2 éve sikerült 3. helyen végeznem, és hát nem titok, hogy szeretnék előrébb lépni, és akár előrébb is végezni. Kicsit távolabbi célom pedig évvégén lesz az ifjúsági Európa-bajnokság, amit szintén tavaly sikerült megnyernem, és sikerült egy külön díjat is elhoznom, és hát ezt is szeretném esetleg idén is megnyerni. A fiatalok tehát még az idén állnak nagy feladat előtt. Szabó Zsófi pedig a jövő évi világkupára kezdi meg felkészülését.